Ebben a néhány videóban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy mit mond az írás a fej befedéséről, és milyen fejviseleteket láthatunk, mint férfiaknál, mint nőknél. Még annyit hozzátennék, hogy nem azt mondom, hogy el kell fogadnia mindenkinek ezt, amit itt hallani fog. Én csak azt mondom, hogy ez az, amit én találtam ezzel kapcsolatban. Aztán mindenki eldönti, hogy milyen következtetéseket von le ezekből, illetve, hogy aztán milyen változtatásokat hajt végre az életében, vagy nem hajt végre. Azt sem mondom, hogy ez az üdvösség kérdése, hogy ki mit visel a fején, vagy hogy, vagy mikor. Én csak azt mondom, hogy azok, akik szeretnék járni ezt az utat, és közelebb kerülni ahhoz az úthoz, melyet az Atya kijelölt számunkra, azoknak ez tanulságos lehet. Nézzük meg másik Mózes Semót, 28-as fejezet 3-tól 4-es versig, hogy mit mond a fejviseletről, és szólj minden bölcs szívűeknek, akiket betöltöttem a bölcsesség lelkével, hogy csinálják meg Aharon ruháit az ő felszentelésére, hogy papom legyen. Ezek pedig a ruhák, melyeket készítsenek hosen, efod, palást, kockásköntös, süveg, és ő, és csináljanak szent vagy kodes ruhákat Aharonnak, a te atyád fiának, és az ő fiainak, hogy papjaim legyenek. Ugye a süveg az része Aharon, vagyis a pap ruhájának. A süveg kifejezés pedig nem más, mint Strong's H4701 Mitznefeth Mitznefeth, melynek jelentése egy tiara vagy diadém, vagyis egy fejék, de hivatalosan turbán. Azaz, ami a fejet körbe öleli, a fejtetőt nyitva hagyva. Ez, amit a Gesenius Héber Káldeusi Lexikon mond erről, egy fejék. Semot 28-as fejezet 36-tól 39-ig így szól, csinálj egy lapot is tiszta aranyból, ami gyakorlatilag egy aranylapka. Metszd ki arra, mint a pecsétet metszik, és vésd bele, szentség Jahuának. Ez van ráírva a lapkára. Kösd azt kék zsinorra, hogy legyen az a süvegen, azaz a fejfedőn, amit olvashattunk, Mitznefet, ami tulajdonképpen egy turbán nyitott tetővel, a süvegnek előrészén legyen az, és legyen az Áron homlokán, és Áron viselje a kodes áldozatok körül elkövetett vétket, melyeket a Jisrael fiai mindenféle kodes adományaikban szentelnek. Legyen azért szüntelen a homlokán, hogy kedvesekké tegye őket Jahua előtt. Lenköntöst pedig kockásan készíts, és a süveget, azaz a turbánt lenből csináld az övet, meg hímző munkával készíts. Azaz láthatjuk azt, hogy Áronnak, mint a főpapnak, egy turbán volt a fején, és annak az elején egy kék zsinóra felfüggesztett kis aranylapka volt, melyre szentsége Huának volt írva. Én tisztában vagyok vele, hogy mi nem vagyunk főpapok, csak azt szeretném bemutatni, hogy mi az, amit a fejfedőről úgy általánosságába véve össze tudunk gyűjteni. Aztán majd megnézzük a végén, illetve mindenki levonja a saját következtetéseit, és meglátjuk, hogy mire jutunk. Ha tovább haladunk, akkor láthatjuk azt, hogy Semót 29-es fejezetben a 4-estől 9-esig vers így szól. Áront pedig és az ő fiait, állítsd a gyülekezet sátorának ajtaja elé, mosd meg őket vízzel, és vedd a ruhákat, és öltöztesd fel Áront a köntösbe, az efodhoz való palástba, és az efodba, meg a hosembe, és övezd fel őket az efod övével. Tedd a süveget is a fejére. Ez a süveg ugye megint csak a Mitznefet szó, melynek jelentése turbán, és a szent koronát tedd a süvegre. Ő ugye, mint főpap, egy koronát visel ezen. Ez a kifejezés ugye sem volt 29.6-ban, hogy korona ez nezer. Ha megnézzük ezt a szót nezer, akkor találunk benne egy nunt, ami az N betűnek felel meg, Zaint, ami ugye a Z-nek, és egy rest, ami az R betűnek. Hogyha megvizsgáljuk, a nun az a magot ábrázolja, a Zain
az egy ekét vagy bármiféle mezőgazdasági szerszámot, míg a res az egy emberi feje. A nun jelentése lehet élet, vagy örökös, vagy leszármazott, vagy folytonosság, míg a zain az egy spirituális ember, vagy ami, bármi, ami gyümölcsöző, vagy tápláló, vagy a sabát. Míg a res az az ember gondolatai, vagy egy vezető, a vezér, vagy az első. Úgyhogy, ha összeolvassuk ezt a hármat, akkor úgy is értelmezhetjük, mint hogy a vezér leszármazottja gyümölcsözővé teszi ugye az embert, vagy a spirituális embert. Vagy pedig ez az a mag, vagy az a leszármazott, mely gyümölcsözővé teszi az ember gondolatait. Ez a szó nézer mellesleg szentséget is jelent, vagy koronát, vagy elválasztást, valaki, aki elválasztott, illetve a nazarénust és a nazarénusságot jelenti, illetve azt, aki el van választva a többitől. A korona az a jele az úgynevezett szentségnek, annak, hogy ez az ember, ez kodás. A Strong's definíciója ennek a kifejezésnek az bármi, ami kodás, vagy szent, vagy elkülönült a többitől, vagy egy nazarénus, aki magát oda szentelte a teremtőnek, vagy akár a hosszúra megnőtt haja a nazarénusnak. Ugyanerről számol Balgesinius Héber Káldeusi lexikon, ami ugye egy diadémot vagy tiárát jelent, ami egy korona égkövekkel, illetve a papnak a megszentelését is ez jelenti. Úgyhogy van egy turbán, és annak a tetejére egy korona. Hetes vers, és vedd a kenetnek olaját, töltsd az ő fejére, így kent fel őt, fiait is állítsd elő, öltöztess fel őket köntösökbe. Övezd körül őket övvel, a Aharont és a fiait, és tégy a fejükre süvegeket is, ugyanazt a turbánt, hogy övék legyen a papság, örök rendelés szerint így iktasd be tisztökbe Aharont és a fiait. Ez szintén arról árulkodik, hogy a papság süveget viselt, azaz egy turbánt, és a főpap annak a tetején egy koronát. Ezékiel 21-es fejezet, Hizikiel 21-24-26 így szól. Ezokáért ezt mondja Jehova Elohim, mivel, hogy emlékezetbe hozzátok vétketeket, midőn nyilvánvalókká lesznek gonoszságaitok, hogy megláttassanak bűneitek minden cselekedeteitekben, mivel, hogy eszembe juttok, kézzel megfogadtok. Azaz nem boldog egyáltalán azzal, ahogyan élt Izrael vagy Izrael. És te elvetemedett, te gonosztevő Izrael fejedelme, akinek napja eljött az utolsó vétek idején. Így szólja, hogy Elohim, el a süveggel, micnefet, le a koronával. Atara. Ez egy valódi koronát jelent. Úgy, ahogyan a derék asszony koronája a férjének. Ilyen értelemben. A dicsőségnek a jele. Egy koszorú vagy egy korona az ember fején. Azaz a fejedelem fején volt egy süveg, és a tetején egy korona. Ez nem létszerez, az alacsony legyen magas, és a magas alacsony. Azaz a süveg és a korona eltávolítása, az azt jelenti, hogy a magas alacsony lesz. Hiszen gonosztevők voltak, elvetemettek, ez a megalázás jele. Zakariahu, vagy Zakariás 3-3-5-ig így szól. Jehusa, vagy Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala a malák, vagy az angyal előtt. És szól és mondta az előtt állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondanék, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondám, tegyenek a fejére tiszta süveget, micnefet, feltevék azért a fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztetik őt, Jahuának angyala, vagy Malák Jahua, pedig álla vala. Nézzük meg, hogy Jelenések könyve, vagy Higallú 19-es fejezet 1-9-ig mit ír. És ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát Semaimban, vagy az égben, mely ezt mondja vala, halleluja! Üdvösség és dicsőség és tisztesség és a hatalom Jahuáé, a mi hatalmasságunk.
Hatos vers, és hallám, mint egy nagy sokaság szavát, ugye ez újra, mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondá, halleluja, mert uralkodik Jahua, a mi hatalmasságunk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és aratott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Ugyanúgy, ahogy Jahusa vagy Józsua átöltözött, levette a szennyes ruhát, az álnokságot és ünnepi ruhába öltözött, ugyanúgy öltöznek ünnepi ruhába azok, akik magukat Kodesnek, vagy Szentnek, vagy a világtól elválasztottnak mondják. Ha már itt tartunk, nézzük meg jelenések Hégalú 3-as fejezetben a 4-es verset, de van Sárdisban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltó. Ugyanaz a fehér ruha, amiről beszél Zakariahu, Jahusával vagy Jósuával kapcsolatban. Az ünnepi ruha. A másiák így szól jelenések 3:5-ben, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai vagy a Malakim előtt. Ugyanitt ezt tanácsolja Laodiceának. Mivel ezt mondott, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben próbált aranyat, hogy gazdaggá légy és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írra kedd meg a te szemedet, hogy láss, azaz értsd azt, amit ő tanácsol, hogy hogyan kell járni ezt az utat, annak érdekében, hogy az történjen, amiről a 20-as versben ír, hogy ímé az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja, vagyis érti az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Akit győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az atyámmal az ő királyi székében. A tisztaság, illetve a Tora, az instrukciók és az útmutatás szerinti életmód az, amit reprezentál a ruházat Zakariahu 3-as fejezetben, illetve amiről eddig olvastunk. Mindennek megvan a saját jelentősége, hogy miért akarja, hogy úgy nézzen ki a főpap, a papság, vagy akár mi is. Még villámgyorsan a fehér ruhákról jelenések 4:4 szintén arról beszél, hogy a 24 vén fehér ruhákba volt öltözve, jelenések 6:11, akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, míg beteljesedik mind az ő szolgatársaik, mind atyafiaik, akiknek meg kell öletniük, amint ők is. Ez ugye a Kadesh, a szenteknek a ruhái. Ezután a 7-es, 9-esben szintén erről beszél, hogy a bárány előtt állnak, fehér ruhákba öltöznek, és kezeikben pálmaágak találhatók. Úgyhogy a ruházat az nagyon fontos, hiszen az tükrözi azt, ahogyan az ember él, a fehér ruha, amiről itt beszél, az pedig Jahusa vagy Jósuának a spirituális tisztaságát jelképezi. Nézzük, mi az, amit olvashatunk azzal kapcsolatban, hogy amikor a fejet felfedik, vagy úgymond mesztelenítik. 3 Mózes 10.6, ez ugye Vaikra 10.6, így ír, aztán mondta Mosé Áronnak és az ő fiainak, Eleazárnak és Itamárnak. Fejeteket meg ne mesztelenítsétek, ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne halljatok, és haragra ne geredjen az egész gyülekezet ellen. A ti atyátok fiai pedig Izraelnek egész háza sirassék az égést, amelyet égetett Jahua. Azt szeretném, hogyha mindenki látná azt, hogy a papság volt az, aki az épületben az első
fátyol vagy függöny mögött tevékenykedett. Volt egy második fátyol is, ami az úgynevezett Kadus Kadusim, vagy a legszentebb szentség volt, ahol a Fridláda volt, ahova csak a főpap mehetett be. Kettő darab függöny vagy fátyol volt a templomon. Ez egyértelműen kiderül. Avri, zsidókhoz 9-es fejezet, így szó. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye. Mert sátor építetett az első, amelyben a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása, ezt nevezték a Kodesh helynek, vagy szent helynek. A második Kárpiton túl pedig az a hely, melyet neveztek Kadush, Kadushim, szentek szentének, melyben vala az aranyfüstölő oltár, és a szövetség ládája beborítva mindenfelől aranyjal, ebben a mannás aranykorsó és Áhron kihajtott veszélye, meg a szövetség táblái. Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, amikről most nem szükséges külön szólni. Ezek pedig eképpen levén elrendezve, az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok a tisztelet elvégzésére, a másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz. Rendben. Azt akarom ezzel megmutatni, hogy két kárpit volt, és mi nem mehetünk be a szentek szentélyébe, szentek szentélyébe, vagyis a Kadus Kadusimba, még most sem. Pont ez a lényege annak, amit ír Avri zsidókhoz második fél 16, mert nyilván nem Malakim vagy angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám magvát karolta fel. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, Jehusá Másiák, hogy könyörülő legyen, és hűséges főpap Elohim előtt, főpap Elohim előtt való dolgokban. Hogy engesztelést szerezzen a nép bűneért, ugyanúgy, ahogy Áron vagy Áron, ahogy olvashattuk, ezt csinálta. Akinek ez nem elég, Avri zsidókhoz 4-es fejezet 13-tól 15-ig így ír. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről beszélünk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken Jehusa, az Elohimnek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz vagy hitünkhöz. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve bűnt. Azaz ellenállva neki. Szóval arról beszél, hogy van egy főpapunk az atyánál, aki Jakusák a másiák. Hogyha van egy főpapunk, akkor nyilvánvaló, hogy ő tölti be azt a funkciót, amit eddig Áron töltött be. Úgyhogy ha a kárpit ketté hasadt, föntről lefelé, az nem lehetett a szentek szentébe vezető kárpit, hiszen azt nem látták volna az emberek kintről, hiszen két kárpit van, így nem tudtak volna átlátni az első. Az első az, amely ketté hasadt, így mi bemehetünk a szent helybe, az úgynevezett szent helybe, ahová a papok bemehettek. Nekünk semmi keresnivalók nincs a Kodesh, a Kadus Kadusimban, a szentek szentében. Ezért van egy főpap, ahogy le van írva. A másodikban azonban egy-egy évben csak egyszer maga a főpap vérrel, melyet magáért és a nép bűneért áldoz. Azt jelentvén ki ezzel a Szentlélek, a Ruach HaKodesh, mivel? Azzal, hogy az első szövetségnek is voltak tiszteleti rendtartásai, mint szintén egy világi szent helye. Azt jelentette ki, hogy még nem nyílt meg a szentély útja, fennállva még az első sátor. Az első sátor az, ami megakadályozta őket, hogy megnyíljon az út. Ez a kárpit az, ami szétszakadt, így már be tudtak jutni a szentélybe az emberek, és mi is be tudunk menni. A második kárpit még nem hasadt szét. Ezért van egy főpap a mennyekben, aki közben jár a mi ügyünkben.
Márkusz, vagy Márk 15.37.39 így írja, Husa pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét, és a templom kárpítja fölétől az aljáig ketté hasoda. Látván pedig a százados, aki vele állt ellenben állt vala, hogy eként kiáltva bocsátá ki lelkét, mondta bizony ez az ember Elohim fia vala. Rendben, szóval ha ez a százados látta, hogy a templom kárpítja tetőtől az aljáig ketté hasadt, akkor hogy lehet az, hogy a második kárpiton túl van a sátor, melyet Kadus-Kadusimnak neveznek, a Szentek Szentének, nem láthatta, hiszen az első sátor első kárpit eltakarta volna, meg persze a sátor is. A külső kárpit az, ami ketté hasadt, beengedve minket a szentélybe, mint papságot, akik ugye fejfedőt viselnek, amikor bejárulnak Elohim elé, így mi is megismerhetjük az ő útját, és még mindig van egy főpap, aki közben jár értünk, az pedig maga a másiák Samaimban, vagyis a mennyekben. Másiák pedig, ez ugyanúgy Avri zsidókhoz 10-es, 9-es fejezet, bocsánat, megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, azaz a főpap, aki egyszer egy évben bemehet a Kadus Kadusimba, a Szentek Szentébe, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be, egyszer és mindenkorra a szentélybe örök váltságot szerezve. Ő az, aki ott dolgozik. 14. Mennyivel inkább a másiáknak a vére, aki örökké való ruach által önmagát áldozta fel ártatlanul Elohimnek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Elohimnak. Holt cselekedet, az a tulkok, bakok vére, és az ajándékok, az áldozatok, melyek nem képesek a lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt, ételek, italok, mosakodások, melyek testi rendszabályok, a megjobbulás idejéig kötelező. Ezek a holt cselekedet. Az, hogy tiszteld anyádat, apádat, tartsd meg a sabátot, az ünnepeket, ne egyél mindenféle dögöket, ezek nem holt cselekedetek, ezek a Tora. Pontosan arról beszél, amit már elolvastunk, Shemot 29.4-9-ig, Áron pedig fiait állít a gyülekezet sátorának ajtaja elé, mosd meg őket vízzel, vedd a ruhákat, öltöztes fel őket, és aztán, mikor befejezték, akkor megöltöztesd őket megint át, ahogyan az kiderül. Jékhézikája, ez Ikea 44, 15-től 19-ig, de azok a lévita papok, ez már ugye a királyság, a Zadok vagy Sadok fiai, akik a szent helyemhez való szolgálatomban foglalatosak voltak, abban a szent helyben, ahová be tudunk járni, hiszen a kárpit ketté szakadt, megnyitván az utat, azonban a királyságban visszaáll ez a rend. Mikor Jisel fia jeltévé jöttek tőlem, ők járuljanak én hozzám, hogy szolgáljanak nékem és álljanak én előttem. Azaz újra szolgáljanak, hiszen azt mondta, hogy akik akkor foglalatosak voltak, mikor eltévedtek, most újra jöjjenek és szolgáljanak, hogy áldozzanak nékem kövérséggel és vérrel, ezt mondja Jakó Elohim. Ők járjanak be az én szent helyembe, és járuljanak az én asztalomhoz, hogy szolgáljanak nékem, és legyenek foglalatosak az én szolgálatomba. Még mindig csak a szent helyről van szó, és nem a Kadus-Kadusimról, a legszentebb szentségről. Csak a szent helybe. Ezután a királyságban ők újra át fogják menni azt a szerepet, ami az övék volt eredetileg. Most, addig az ideig, még mi is bejárhatunk oda, azáltal, ha úgy élünk. És mikor a belső pitvar kapuihoz be akarnak menni, lenruhába öltözzenek, és gyapjú ne legyen rajtok, ha a belső pitvar kapuiban és a házban szolgálnak, len süveg legyen a fejükön. Azaz turbán. Len alsónadrág a derekokon, ne övezkedjenek izzadásig. Mikor pedig kimennek a külső pitvarba, a külső udvarba, a néphez vessék le a ruháikat, melyekben szolgáltak, tegyék le azokat a kodályos kamarákban, és öltözenek más ruhákba, hogy meg ne szenteljék a népet ruháikat, csak ő hozzájáruljanak ebben a ruhában. Azaz látjuk azt, hogy mind a Aharon idejében, oda-vissza öltöztek és mosakodtak, és ugyanígy lesz a királyságban is, amikor
látjuk ezt itt leírva Jézikáján 44-es fejezetben. És a fejfedő szintén ruházat része ahhoz, hogy az ember be tudjon menni a szentélybe. Avri 6-os 18-20-ig így szól, hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy Elohim hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, azaz a hitet a Mássiákba vetettük, mely lelkünknek mint egy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál, a kadus kadusim, ugye behatol a legszentebb szentélybe, ahová útnyitó bement érettünk Jahusa, aki örökkévaló főpap lett Melchizedek rendje szerint. Azaz ő az, aki útnyitóul bement érettünk, hogy közben járjon értünk, hogy lássuk azt, hogy hova tudunk majd eljutni, amennyiben úgy élünk, és életünk végén. Nem most, ebben a tisztátalan állapotban nem tudunk az Atya elé járulni. Kell egy közvetítő, aki a Mássiák. Ő az, aki a második kárpiton át tudott hatolni, bement útnyitól előttünk, mi be tudunk menni az első kárpiton keresztül, a szentélybe, és ott tudunk szolgálni Elohimnek azzal, hogy úgy élünk. Avri 9, 23-28, így szól, annak okáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai efélékkel tisztítassanak meg, magok a mennyei dolgok azokban ezeknél különb áldozatokkal. A földet hasonlítja össze a mennybéli dolgokkal, mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Mássiák, hanem magába a mennybe, hogy most Elohim színe előtt megjelenjék. Az a kadus kadusim, a szentek szentély, a legszentebb szentség. Ahova mi nekünk bejárásunk van, az a szentély, amik mi vagyunk tulajdonképpen. Azzal, hogy úgy élünk, hogy elfogadjuk az ő áldozatát, hogy az instrukciók, az útmutatás, a Tóra szerint élünk, azáltal bejutunk a szentélybe. Amennyiben elé akarunk járni, annak megvan a módja. A fejfedő egyértelműen része volt a pap ruházatának. Ezért mutattam meg azt a részt, és ezt a részt, hogy értsük azt, hogy aki elé járul a szentélybe, annak úgy kell öltöznie. Nem azt mondom, hogy turbánba, koronába, és a többibe. Csak próbáltam megmutatni azt, hogy mi az oka annak, hogy én úgy gondolom, hogy a fejfedő viselete az egy fontos dolog, amennyiben az ember elé akar járulni. 25. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap, aki a kadus-kadusimba bejut, évenként bemegy a szentélybe, idegen vérrel. Ki megy be a szentélybe? A főpap. Melyikbe? A kadus-kadusimba? Abba, ahol a fridláda van. Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt, és nem a törvényt, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és nem visszatérjenek utána, mint répák, meg nyulak, meg más emberek, azután ítélet. Azonképpen Mássiák is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörése véget, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!